vagy jó délelőttöt, vagy jó estét, nem tudom már mi van. Megyek mi lesz itt most? Táncpróba. És beengedjük az ilyen kukkoló kamerákat, és egyedül a túrót. Mert most meglátod. Gyülekeznek. Jó. Ne fogj, ne fogj kettőt, csak másfelt, és akkor oda, igen, ott, igen. És már ugorj oda, ennyi, és akkor kijön, mert az úgy se látszik. Gyakorolunk az Eurovíziós Dalfesztivál esti buliaira. És ne pont elé állj be, elé, de hogy messzebb tőle. Aha. És ott van a te végpózod, és tőled leválasztva van. Még egyszer, ha mutatnád, mi a végpóz? Ezzel a hangi effekttel együtt. Nagyon jó volt, mi a végpóz? Ezt kell hangilag is megmutatni? Nem, hát így nem. Na, léci. Nem. Tehát, jó baj, nem. Mutasd meg egyszer. Nem. De úgy ott vagyok, utána. Nem. Nem atrocitáljuk a koreográfusomat, tessék menni dolgozni. Most sokkal inkább a zenére fókuszálunk. Tehát Kati és a dal. A dal és a vokál, a hangzás lesz nagyon-nagyon-nagyon előtérbe helyezve. Minimális tánc, minimális mozgás, de az nagyon látványos. Tehát csak egy pici részben szerepel, pont azért, hogy a nézők a dalra koncentráljanak, hiszen ez egy dalverseny. Úgyhogy én ezt egy jó koncepciónak találom, mert így jobban kijön az, hogy milyen a személyiség a Katinak, hogy adja elő a dalt, és a dal maga milyen. A legfontosabb az az, hogy én magamnak megfeleljek, tehát úgy énekeljek, ahogy legjobb tudásom szerint sikerül. Tehát én arra fog fókuszálni, hogy nyilván a show-nak is nagyon jónak kell lennie, meg a táncmozdulatoknak, de a lényeg az ének.